Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Kánikula. Sokakat eszméletvesztéssel kellett kórházba vinni. Vakáció. Megkezdődött az iskolákban a nyári szünet. Összefogás Gereben ért, irányított véradást tartottak a 19 éves válogatott kosárlabdázónak. Drogfogás, kokain és tiltott szteroidok miatt áll bíróság elé három férfi. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Sokakat eszméletvesztéssel kellett kórházba vinni a hőség miatt az elmúlt 24 órában. A Szekszárdi Balassa János Kórház osztályvezető orvosa szerint az emberek nem veszik komolyan a forróság egészségkárosító hatásait. 24 órányi gyógyítást követően állt kamerán elé Simon János, a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának vezetője. Azt mondta, számarányában nem volt több beteg, mint egy átlagos napon, ám akiket hoztak, nagy számban a meleggel összefüggő problémák miatt kerültek a kórházba. Az esetek jelentős része az volt, hogy gyakorlatilag az ájulás, illetve az eszméletvesztésig vezetett ez a meleghatás, úgyhogy a beteg tehát nem is csinált semmit ellene, hogy ő ezt bármi javulás legyen. Úgyhogy a mentő, mint eszméletvesztést szállította hozzánk az esetek nagy részében. 15-16 eset volt, a többségükben a 70-80 éves korosztályt érintette. Pedig a meleg negatív hatása ellen kis odafigyeléssel megfelelően lehet védekezni. Inni, ez a legfontosabb. Hogyha érzi az ember, hogy egy kicsit úgy elgyengül, hogy kicsit úgy jó lenne leülni, ha a verítékezés az olyan fokú, hogy már gyakorlatilag egy pillanatra sem marad abba, akkor abba kéne hagyni, akármit is csinálunk. Az előrejelzés a hétvégére további kánikulát ígér. Így aki a vízpartot választja, keresse az árnyékos helyeket, akinek pedig a munkajutosztály részül, ne felejtje el a vizet a keze ügyében tartani. Elkezdik írtani a szúnyogokat Szekszárdon. A földi gyérítésre jövő héten hétfőn, a napnyugta utáni órákban kerül sor. Ha viszont akkor esik az eső, akkor a következő két nap valamelyikén. Légi szúnyogírtásra pedig jövő héten pénteken kell számítania a Tolnai megye székhelyen élőknek. A felhasznált szerek a méhekre veszélyesek, ezért a méhészeknek érdemes elzárni ezekben az időszakokban az állataikat. Kitört a nyári szünet az iskolákban, a diákok az utolsó héten már nem tanulnak, inkább a kikapcsolódáson, a szünetre való készülésen, és persze a ballagás előkészületein van a hangsúly. Az iskolák is érdekesebbnél érdekesebb programokkal vezetik fel a diákok számára a szünidőt. A vakáció felirat már teljes hosszában pompázik a táblán az iskolákban. A diákok ma töltötték az utolsó tanítási napjukat az intézményekben. Ilyenkor már főként a pihenésé és a játékos feladatoké a főszerep. A pedagógusok is igyekeznek az iskola utolsó napjaiban nem leterhelni a diákokat, ezért érdekes programokkal kedveskednek nekik. Az évzárásra mindenki már elfárad, mind a gyerekek is, és a pedagógusok is egyaránt, de azt gondolom, hogy megpróbáljuk az utolsó hetet még színesebbé varázsolni, különböző olyan foglalkozásokkal, játékos, szórakoztató napokat kreálva, amik mindenki számára egy kicsit a levezetésre tulajdonképpen az egész éves komoly megterhelést igényelő tanévnek. A tankönyvekre már nincs szükség a nyári szünetet megelőző utolsó tanítási napon, így a diákok rajzolgatnak, vagy éppen az osztályterem végében ülnek, és különböző játékokkal foglalják el magukat. Persze van már olyan diák is, aki csak arra tud gondolni, hogy mit fog csinálni a nyári szünetben. Sok tábor. Igazából barátokkal megyünk különböző helyekre, meg pihenünk. A nyolcadikos diákok utolsó tanítási napjukat gyakran vicces jelmezekbe, ruhákba öltözve töltik el a ballagási próbák mellett. A tanév végeztével a diákok megkapják az igazgatói dicséreteket, a jutalmakat az egész éves kitartó munkájukért és a versenyeken elért sikereikért.
120 ezer család igényelte a nyári szünidei gyermekétkeztetést országosan. A program keretében a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek június 17-e és augusztus 30-a között napi egyszeri melegételt kaphatnak, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára. Fülöp Attila azt mondta, az idei költségvetésben 80 milliárd, 2020-ban több mint 82 milliárd forintot fordít a kormány gyermekétkeztetésre. Ez azt jelenti, hogy 2010 óta megháromszorozódott a támogatás összege. Kokaint és szteroidokat is találtak a rendőrök tolnai házkutatások során. Két helyi és egy akasztói férfit vettek őrizetbe, akik ellen számos bűncselekmény miatt indítottak eljárást. A nyomozás most zárult le, a rendőrök vádemelést javasolnak az ügyésznek. Drogkereső kutya szimatol a ház előtt, a következő képen pedig már bilincsben kísérik az egyik gyanúsítottat. A két férfit tavaly fogták el Tolnán, egyikőjük helyi volt, a másik Akasztóról érkezett. Ő volt a díler, az egyik legkeményebb drogból adott el a tolnai férfinak 50 grammot. A kábítószer gyanúsanyagról megállapította a szakértő, hogy az 50 darab kis tasakokba elcsomagolt fehér porasz kokain tartalmazott. Mindkét férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A tolnai férfival kapcsolatban az is felmerült, hogy egy edzőteremben tiltott teljesítménynövelőket árul egy ismerősével. A rendőrök ezért ott is házkutatást tartottak. Mutatjuk a fotón, mit találtak. Egy széfnyi szteroid és készpénz is volt a teremben. Számos tiltott teljesítményfokozószert, valamint olyan egészségügyi terméket találtak, amelyek Magyarországon nincsenek forgalomban. Mindkét férfivel szemben eljárás indult tiltott teljesítményfokozószer birtoklása, illetve azzal való visszaélés büntet elkövetése miatt, valamint a 43 éves tolnai férfivel szemben egészségügyi termékhamisítása büntet miatt is eljárást indítottunk. A három férfi ügyeiben indult nyomozást most zárta le a rendőrség. Mindannyiuk ellen vádemelést javasoltak a nyomozók az ügyészségnek. A gyanúsítottak egyelőre szabadlábon védekezhetnek. Két fonott székért és egy bicikliért tört be egy 24 éves férfi egy tolnai házba. Az áldozatul esett nő két hétre elutazott, mikor hazaért, akkor vette észre, hogy valaki járt az otthonában. A tolvajt hamar elfogták a helyi rendőrök. Az egyik csendes tolnai utcában lakik a nő, aki két hétre elutazott otthonról. Amikor hazaért, akkor vette észre, hogy napokkal korábban valaki betört a házába. A betörő meglepő módon csak két fonott széket és egy biciklit vitt magával. Az áldozatul esett nő azonnal hívta a rendőröket, akik hamar azonosítottak egy 24 éves helyi férfit, és végül ki is hallgatták. Elismerte a bűncselekmény elkövetését, és elmondta azt is, hogy a használati tárgyakat eladta. A használati tárgyak lefoglalása megtörtént, és azokat a tulajdonosának a napokban visszaadták. A székeket és a biciklit tehát a rendőrök már attól a személytől foglalták le, aki megvette azokat. A betöréssel gyanúsított férfi egyelőre szabadlábon védekezhet. Víradást szerveztek a leukémiával diagnosztizált Gereben Líviának a csapattársai. Az atomerőmű KSC Szekszárd 19 éves válogatott kosárlabdázójáról május elején derült ki, hogy súlyos betegséggel küzd. Ez az izgalom. Egy gyors egészségügyi alkalmassági vizsgálat, és már ülhettek is be a véradók az előkészített székekbe. Már a kezdéskor is sorban álltak az emberek, olyan sokan akartak Gereben Líviának segíteni. A nagyobbik lányom ismeri, akinek szervezték az irányított véradást, és ezért úgy gondoltam, hogy csak így tudok segíteni, sehogy máshogy. Az úgynevezett irányított véradás azt jelenti, hogy a véradók kifejezetten névre szólóan egy konkrét személynek ajánlanak fel vért. Ehhez a véradás előtt meg kell adni a segítségre szoruló beteg nevét, személyes adatait és azt, hogy melyik kórházban kezelik. A mostani véradók közül sokan azért jöttek el, mert imádják, hogy Gereben Lívia a pályán játszik. Évtizedek óta szekszárdi szurkoló vagyok, és imádjuk a kosárlabdát, és azt a Lívinek mindig drukkoltunk, mert egy nagyon ügyes, fejlődő, képes, okos, szép kislány, és nagyon mellbevágott a hír, és nyilván az ember ott segít, ahol tud. A 19 éves Gereben Líviánál május elején diagnosztizáltak leukémiát, akkor azonnal meg is kezdték a kezelését Budapesten, azóta is abban a kórházban segíti a gyógyulását egy orvosi csapat. A leukémia ellen a kemoterápia az egyik leghatékonyabb gyógymód. Lívia is ezt kapja, emiatt viszont folyamatosan friss vérre van szüksége a szervezetének.
Azok a gyógyszerek, amiket ők kapnak, az a csontvelőnek a működését nagy mértékben gátolja, ezért a vérsejtek nem termelődnek megfelelően, ezért folyamatosan pótlásra szorulnak. Ez azt jelenti, hogy a leukémiás betegek kezelésük hónapjai alatt heti vagy napi rendszerességgel vérkészítményekre szorulnak. A leukémia kezelésében az őssejt átültetés is gyakori gyógymódnak számít, ehhez viszont hihetetlen nehéz megfelelő donort találni. A vérellátó szolgálat orvosa szerint ezért, aki vért ad, érdemes megfontolnia, hogy az őssejtjeiből is ajánljon fel. A jelentkezésről lehet tájékozódni az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján, illetve a vérellátók orvosai is szívesen adnak tájékoztatást. A jelentkezés feltétele a 45 év alatti életkor és egy 56 napon belüli véradás. Az atomerőmű KSC stábja egyébként azt tervezi, hogy a jövőben rendszeresen szerveznek majd gereben lívját segítő irányított véradásokat. Forgalmi rendváltozásra kell számítani vasárnap Dunaföldváron és a környékén a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny miatt. Várhatóan délelőtt 12:30 és 12:30 között a Beszédes József híd 52-es úti körforgalom Mészáros utca, Béketér, Paksi utca, Kéri utca, 6-os főút Budapest felé vezető szakasza, 61-es főút előszállási út Tolna megyei szakaszát teljes egészében lezárja a rendőrség. A fenti útszakaszokról a lakók és az ott parkolók a lezárás ideje alatt elhajtani nem tudnak. A területről csak a mezőny elhaladása után lehet az 52-es útról a hídra felhajtani, továbbá előszállás Dunaújváros és Paks felé tovább haladni. Európa legfittebb embere lett a szekszárdi Barkóczi Tamás. A Fitness és Testépítő Világszövetség Európa bajnoki címét hódított el a testépítő. A versenyek komoly előírások és szabályok szerint zajlanak. Egy konditermi gépen végez gyakorlatot Barkóczi Tamás, Európa bajnok testépítő. Pünköstkor rendezték meg Budapesten a Fitness Európa bajnokságot, amin többek között ő is felülhetett Európa trónjára a kategóriájában. A testépítő azt mondja, nagyon régóta készül már arra, hogy egy ilyen rangos versenyt megnyerjen. Nagyon régóta versenyzem, számtalan világversenyen szerepeltem, már voltak európai ezüstérmes helyezéseim, VB harmadik helyezésem, VB negyedik helyezésem, de még sosem sikerült versenyt nyernem. És most igazából itthon, hazai közönség előtt májusban sikerült megnyernem az Európa bajnokságot, barátokkal, igazából szülők kísérletében, barátunk kísérletében, tehát ez egy külön nagy öröm volt a számomra. Minden világverseny előtt van az országoknak egy kvalifikációs versenye. Magyarország is megrendezte sajátját, ezen győzedelmeskedett a testépítő. Ebben a sportban sokkal több munka van, mint amennyi látszik, mondja Barkóczi Tamás, és a hangsúly nem mindig a látványosnak számító edzésen van. A háttérmunkában sokkal több dolog rejlik, mint valójában az edzés munkában. Edzés munka ugye minden sport megvan, nálunk igazából a háttérmunka, helyes táplálkozás az, ami nagy erő kifejtéssel jár, illetve odafigyeléssel. Tehát igazából én azt lehet mondani, hogy az elmúlt két éve szinte végig diétáztam, kisebb mondjuk kihagyásokkal, és az utolsó verseny előtti három hónapig az pedig versenydiétából áll ugye. Ott gramra pontosan számoljuk a bevitt mennyiségű tápanyagot, mind a fehérjét, mind a szénhidrátot, mind a zsírt, figyelünk a vízfogyasztásra. A testépítő azt mondta, büszke arra, hogy a kemény munka kifizetődő. A fitness verseny megnyerésével gyerekkori álma vált valóra, és karrierjének az egyik csúcspontjaként tekint az Európa bajnokságra Barkóczi Tamás. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Támogatja a minisztérium a nyári diákmunkát, béreket, járulékokat fizethetnek állami pénzből. Mások adataival éltek vissza és vásároltak, különös ügyet derítettek fel a kaposvári rendőrök. Tanulmányi, művészeti és sporteredményeket ismertek el, kiemelkedő tanulói díjazta a Pécsi Tankerületi Központ. Támogatja a pénzügyminisztérium a nyári diákmunkát. Pályázhatnak a foglalkoztatók, így a munkabér és a kötelező járulékok kifizetésére kapnak pénzt. Az önkormányzatok mellett a mezőgazdaságban és a turisztikai iparban tevékenykedő cégek, vállalkozások vehetik igénybe a kormányzati forrást. Baranya megyében mintegy 1200 fiatalnak segíthet a program munkához jutni. A pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdeti a nyári diákmunkaprogramot. Ennek keretében mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget az országban. Ez Baranya megyében azt jelenti, hogy 1200 diáknak lesz lehetőség az idejében arra, hogy különböző munkáltatóknál elhelyezkedjen. Ehhez a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaira kell bemenni a diákoknak, ugyan ők nem regisztrált álláskeresők, hiszen nappali tagozatos diákok vehetnek részt a programban 16 és 25 év között.
de be kell menniük a foglalkoztatási osztályokra, és közvetítést kérőként regisztráltatniuk kell magukat. Ezután indulhat el a foglalkoztatásuk. Maga a foglalkoztatás az július 1 és augusztus 31 között lehetséges, tehát ebben a két hónapban, de maga a program az június 1-től tart, tehát a diákok már most is regisztráltathatják magukat. Az önkormányzati szektorban, a mezőgazdaságban, illetve a turisztikai iparban támogatják bérési járulék kifizetésekkel a foglalkoztatókat. Az elsődleges munkaerőpiacon 75%-os támogatást kapnak, míg az önkormányzaton dolgozó diákok után 100%-ot. Országosan 3,6 milliárd forintot ad a programra a pénzügyminisztérium. Ebből Baranya megyének 130 millió jut. Különleges módon csalta ki adatokat, hogy aztán azokkal visszaélve drága mobiltelefonokat és televíziókat vásároljanak. A családi alapon szerveződött elkövetői kör mellett egy futár, valamint kettő orgazda is érintett az ügyben. 17 esetet tártak fel eddig a rendőrök, akár mintegy 10 millió forint. A csalás sorozatot a kaposvári nyomozók több hónapos munkával derítették fel. Ezeket a nagyértékű telefonokat és televíziókat foglalta le a feltételezett elkövető járművével együtt a napokban a rendőrség egy pécsi lakosnál a kármegtérülés biztosítása érdekében. A beszerzett adatok alapján nekiadták tovább a bűncselekmény során szerzett eszközöket. Az ügyben egy másik orgazdához is eljutottak a rendőrök. Különös esetre derített fényt a kaposvári rendőrség, számoltak be erről a csütörtöki sajtótájékoztatón. Mint elhangzott, egy elektronikus hírközlési szolgáltató tett feljelentést a rendőrkapitányságon. Sértettet magát ezt a szolgáltatót, úgy ejtette tévedésbe, hogy az elkövetői körtől független személyek adatait szerezték meg, és ezen személyek adataival rendelték meg ezeket az eszközöket, amelyeket utána átvettek, és nyilván a részleteket nem fizették, amiket a mobilok, illetőleg a tévéknek be kellett volna fizetniük. A személyes adatok megszerzése sem volt mindennapos, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az egyik érdekesség is szintén az internet veszélyeivel függ össze. Az egyik elkövetőnk, férfi elkövető, női profilra regisztrált a Facebookon. Ismerkedni kezdett férfiakkal, majd azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ezek a férfiak nem fiatalkorúak, és nehogy valami probléma történjen ő vele az ismerkedés okán, ezért arra kérte az ővel kapcsolatban álló férfiakat, hogy a személyigazolványoknak a fényképét küldjék el nekik üzenetben, és később ezeknek az adatoknak a felhasználásával történtek meg a szolgáltató webshopján a rendelések. Az internetes vásárlásnál a készülékek vételárának csak egy részét kellett kifizetni, azonban a fennmaradó összeget már senki nem törlesztette. Eddig 17 esetet tártak fel a rendőrök, a szolgáltatók ára mintegy 10 millió forint. Mi is olyan módszerekkel találkoztunk ebben, amik nagyon érdekesen kapcsolódtak egymáshoz. Nem mondom azt, hogy még soha nem találkoztunk ilyenekkel, de így összetetten és így egymáshoz kapcsolva ezek az elkövetési magatartások, vagy ezek a módszerek, metodikák az elkövetők részéről nagyon érdekesek voltak. Hiszen, mint elhangzott, a csalás, a személyes adatokkal való visszaélés egyaránt szerepel az ügyben. Ráadásul az adatokat az interneten keresztül szerezték meg a feltételezett elkövetők. A hónapokig tartó nyomozás során a rendőrök két kaposvári családi alapon szerveződött elkövetői kört is azonosítottak. Az üggyel összefüggésben 18 embert állítottak elő, a napokban 9 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Ők szabadlábon védekezhetnek. A megalapozott gyanú szerint a feltételezett elkövetőket egy futárszolgálat tagja is segítette, aki pénzt kapott azért, hogy eltekintsen a kézbesítési szabályok betartásától, vagyis nem a számlán szereplő személynek adta át a csomagot, hanem az elkövetőknek. A kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya csalásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást. A pécsi tankerületi központ a korábbi évekhez hasonlóan idén is díjazta a tanév során országosan kiemelkedő tanulmányi, sport és művészeti eredményeket elért diákjait. A csütörtöki ünnepségen 200 tanulót jutalmaztak, de megköszönték a felkészítő pedagógusok munkáját is. A tehetség érzékelhető, látható, önmagában teljes és mindenre képes. Mindeközben az egyénen múlik, hogy mindebből mit él meg és bontakoztat ki, fogalmazott Páva Péter tankerületi igazgató a hagyományos évvégi jutalmazáson. A pécsi tankerület 15 000 diákja közül
körülbelül 200-at díjazunk a legjobbakat. Mindenki a saját iskolája típusának megfelelő oktatásban vesz részt, és ebből a szegmensből kapja a díjat. Tehát a fogyatékkal élők sportján elért eredményért, a Fizika OKTV-n elért diák pedig a Fizika OKTV-ért. Két ifjú feltaláló egy olyan mérőrendszert alkotott meg, amiért a megyében egyedüliként országos második helyezést értek el, egyikőjük pedig megkapta a junior ösztöndíjat is, ők is átvehették a tankerületi elismerést. Ez a 28. Magyar Innovációs Tehetségkutató versenyen második díjasok lettünk a társadalom, aki most nincsen itt, nem tudott eljönni. Egy Janusz Méter nevű projektet csináltunk, ez egy végülis univerzális mérőrendszer iskolák számára, és a tanúra méréseket könnyíti meg, és kicsit érthetőbbé teszi az egészet. A pécsi éltes egymibe speciális nevelést, oktatást igénylő, tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott autista és mozgássérült tanköteles korú fiatalok járnak. Az iskola 10 fős csapata idén a Kapkodd a lábad elnevezésű ügyességi verseny országos bajnoka lett. Versenyeztük, voltak több csapatok is. Olyan gyorsak voltak, hát ilyen alig tudtuk legyőzni. Nagyon gyorsak voltak. Bartók Dorina már korábban is szerepelt országos döntőn atlétikában, most két versenyszámban is eljutott a legjobbak közé. Most voltunk országos egyénibe voltam, a kislabdában meg súlylökésbe. Súlylökésbe 11. és kislabdában meg 4. lettem. A tehetséggondozás az iskolák és a pedagógusok fontos feladata. A pécsi tankerületi központ a hagyományos tanévvégi jutalmazással, a tehetségek elismerése mellett az őket felkészítő pedagógusok munkáját is megköszöni. Halhatatlan sportolókkal találkozhattak csütörtökön egy kaposvári szak gimnázium diákjai. Hegedűs Csaba olimpiai bajnok birkózó és Weichmann Tamás 9-szeres kenu világbajnok több évtizedes barátságukról és a sikerhez vezető rögös útról is meséltek. A kenu király és a tus királya két máig köztünk élő legenda, akik a 60-as évektől megnyertek szinte mindent, ami sportágukban lehetséges volt. Hegedűs Csaba szerint a sikerhez vezető úthoz elsősorban pozitív életszemlélet és vas akarat is szükséges, amelyet gyermekkorban még nem biztos, hogy el tud sajátítani az ember. Az olimpián való szereplés azonban minden világversenytől eltérő. Én 72-ben világbajnokként mentem, nem is akármilyen világbajnok itt az olimpiára, és amikor a Marspic jött velem szembe, vagy millió nagy atléta, akkor rájöttem, hogy egy porszem vagyok. És mégis ez a porszemnek van annyi belső tartása, olyan múltja, olyan genetikai öröksége, hogy egyszer csak emberré válik, ott a világ legnagyobb megmozdulásán, és legyőz mindenkit. Ráadásul úgy, hogy szinte a legtöbb ellenfelét két vára fektette. Innen a tus királya elnevezés. Weichmann Tamással való barátsága egészen 1979-ig nyúlik vissza. Akkor kettejük közül választották ki az év sportolóját. Első ízben ugyan Hegedűs nyert, de a barátságuk megmaradt és a mai napig is töretlen. A sportolók szerint ma már kevés fiatal érez magában annyi erőt és kitartást, amennyit a versenysport megkíván. Azt az elszántságot és azt a hozzáállást, amit egy sikeres versenyzői pályafutás igényel, az nagyon kemény, és az nagyon kinkeserves. Tehát ott azt megélni, és nap mint nap végrehajtani azokat a feladatokat, nagyon fáraszt és kegyetlen kemény munka. Ennek ellenére egyik sportoló sem akart más utat választani magának. Aktív pályafutásukat befejezve sem szakadtak el sportáguktól. Hegedűs Csaba több évig volt a Magyar Birkózó Szövetség elnöke, Weichmann Tamás pedig még a mai napig is foglalkozik gyermekekkel. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt a híradó. Kánikula, sokakat eszméletvesztéssel kellett kórházba vinni. Vakáció, megkezdődött az iskolákban a nyári szünet. Összefogás Gerebenért, irányított véradást tartottak a 19 éves válogatott kosárlabdázónak. Drogfogás,
kokain és tiltott szteroidok miatt áll bíróság elé három férfi. Tolna megyében szombaton tovább fokozódik a meleg, már többfelé elérheti a 35 fokot a maximum hőmérséklet. Időnként kissé megélénkül a délkeleti szél. A napsütés délután kevés felhő zavarhatja, csapadékra estig nem kell számítani. Éjszaka egy érkező hidegfront hatására helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, és élénkülni kezd az északias szél. Vasárnap ezért az országnak ezen a részén már kissé csökken a hőmérséklet, frissebb lesz a levegő, és élénk északnyugati szél fúj. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Viszont